Szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban visszatérünk az én egyik kedvenc témámhoz, tehát megint egy filmből, pontosabban egy sorozatból fogunk angolul tanulni. Ez a sorozat pedig nem más, mint a Squid Game, vagy magyarul a Nyerd meg az életed című dél-koreai sorozat. Nos, tudnod kell, valószínűleg már nagyon sok információt hallottál erről a sorozatról, jelenleg ez minden idők legsikeresebb sorozata a Netflixen, eddig több mint 111 millióan töltötték le, és utána néztem, 94 országban vezeti ez a sorozat a sikerlistákat. Most nem akarom elspoilerezni, hogy miről szól a történet. Egy mondatban, vagy dióhéjban arról van szó, hogy van egy titkos szervezet, ami egy egyedülálló lehetőséget ajánl katasztrofális anyagi helyzetben lévő és kiszolgáltatott embereknek. Különböző gyerekjátékokban kell részt venniük, és hogyha nyernek, akkor a 6 forduló végén egy hatalmas összeget, körülbelül a dél-koreai valutát magyar forintra átszámítva, körülbelül 11 milliárd forintnyinak megfelelő összeget fognak megnyerni. Azonban, hogyha veszítenek, annak nagyon súlyos és drámai következményei lesznek. Többet nem is szeretnék a sorozatról elmondani. Nagyon sokféleképpen és nagyon sok oldalról lehetne beszélni erről, és már beszéltek is róla. Meg lehet közelíteni úgy, mint a társadalom vagy a kapitalista társadalomnak egyfajta kritikáját, amikor ugyanis az élet másról sem szól, csak a pénzhajhászásról és csak az egyéni sikerről, és akinek ez nem sikerül, az pedig vesztes és lemarad. Lehetne beszélni arról, hogy milyen érdekes történeteket tud produkálni a dél-koreai filmipar. Én azonban most csak és kizárólag az angol nyelvtanulás szempontjából szeretném megközelíteni ezt a sorozatot, és elmondani neked, hogy miért tartom nagyon jónak és nagyon ideálisnak az angol nyelvtanuláshoz. Nos, az első szempontom az, hogy függőséget okoz, tehát nem tudom, hogy te tapasztaltál már ilyet különböző sorozatokkal, nekem a baráti körömben olyan sokat beszéltek róla, hogy úgy döntöttem egyik délután, hogy én is belenézek és megnézem, hogy mi ez az egész és miről szól. Na most az lett ebből a belenézek helyzet gyakorlatból, hogy egymás után megnéztem az első 6 részt egészen, nem tudom, éjjel 2-ig, és aztán a következő este pedig megnéztem a maradék 3-at. Tehát biztos az, hogy nem fogod tudni otthagyni ezt a sorozatot, és az azt jelenti, hogy legalább 9 óra szintiszta angol nyelvi tartalmat fogsz hallgatni, és fogsz figyelni. A második szempont, ami miatt különösen alkalmasnak tartom ezt arra, hogy angol nyelvet tanulj, az az egyszerű nyelvezet. Az elmúlt évek folyamán én nagyon sok sorozatot ajánltam már a figyelmetekbe angol nyelvtanulás szempontjából, de a tapasztalatok és a visszajelzések alapján azt látom, hogy vannak olyan sorozatok, és ilyen például a Modern Család című amerikai vígjáték sorozat, ahol a szereplők nagyon összetett és hosszú körmondatokban beszélnek egymással, nagyon gyorsan következnek a poénok, és aki még az angol nyelvtanulásban, vagy az angol nyelvtanulásnak az elején jár, tehát nem tudja annyira gyorsan megérteni és feldolgozni ezeket a mondatokat és ezeket a vicceket, az előbb-utóbb fel fogja adni és ott fogja hagyni ezt a fajta tanulási módszert. Én azt tapasztaltam a 9 rész, ugye összesen 9 részből áll a sorozat, én azt tapasztaltam a 9 rész alapján, hogy a szereplők viszonylag egyszerű nyelvezetet használnak, kevés a bonyolult és az összetett mondat a párbeszédekben, ezért én a kezdők számára is kimondottan ideálisnak tartom, hogy ebből a sorozatból tanuljon angolul. És végül a harmadik szempont, ami miatt
alkalmasnak tartom ezt az angol tanulásra, az a viszonylag lassú párbeszédek. És itt ugyanúgy különböző amerikai vígjáték sorozatokat hozhatnék példának. Talán te is tudod, hogy a formátum, az amerikai vígjáték sorozatok formátuma 23 perc. Ugye ott Amerikában ezt a 23 percet szakítják meg egyszer vagy többször reklámokkal. És szerintem rá vannak kényszerítve egyszerűen a forgatókönyvírók, hogy ha egy bonyolultabb vagy egy hosszabb történetet szeretnének elmagyarázni vagy elmondani, akkor az úgy fog beleférni ebbe a 23 percbe, hogy a szereplőknek gyorsabban kell beszélniük. Persze, hogyha mi angolok lennénk vagy amerikaiak lennénk, akkor ezzel semmilyen probléma nem lenne, viszont megint szintisztán és kizárólag az angol nyelvtanulás problémájából, vagy az angol nyelvtanulás oldaláról megközelítve, ez nagyon megnehezíti a nyelvtanulók dolgát. Itt viszont megint én azt tapasztaltam, hogy a szereplők lassabban beszélnek, éppen ezért megint azt mondom, hogy nem csak a haladók, de a kezdők számára is ideális ez arra, hogy az angol nyelvtanulásra használja ezt a sorozatot. Nos, és hogyan tanulj angolul ezekből a részekből, illetve ebből a sorozatból? Ezzel a témával kapcsolatban is már több videót készítettem. Ha még nem találkoztál az én tartalmaimmal, akkor azt javaslom, hogy fönt a playlisteken, tehát a lejátszási listákon keresd meg a korábbi videóimat, és ott részletesen elmondom, hogy hogyan dolgozz fel egy részt, vagy hogyan dolgozz fel egy sorozatot. Ebben most nem szeretnék bélyebben belemenni. A lényeg az, hogy miközben nézed, én azt tartanám ideálisnak, hogyha mellette megnyitnál egy Excel táblázatot, el is mentheted mind Squid Game táblázat, vagy Nyerd meg az életet táblázat, és hogyha a sorozat nézése közben látsz valamilyen olyan szót, vagy szókapcsolatot, vagy kifejezést, ami számodra ismeretlen, vagy akár csak nem azt mondom, hogy ismeretlen, hanem számodra érdekes, akkor nincs más dolgod, mint ezt a szókapcsolatot beírni egy Excel táblázatba, és amikor a sorozat végén lesz időd, vagy akár közben is, egy fordító programmal lefordíthatod magadnak, hogy éppen az aktuális szereplő mit mondott abban a részben, vagy abban az esemény szálban. Úgyhogy még egyszer összegzésképpen én mindenképpen szeretném a figyelmedbe ajánlani ezt a sorozatot. Abszolút lebilincselő, és az utóbbi évek egyik leginkább, legdrámaibb hatást kiváltó sorozata ez, és emellett az is a pozitívuma, hogy ideális az angol tanulásra. Köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!